10 utánpótláskorú kézilabdázóval a keretében az első osztályú bajnokság 12. helyén zárta a koronavírus járvány miatt idő előtt véget ért évadot az Albafehérvár KC női csapata, amely már megkezdte a felkészülést a következő idényre. Maga a csapat teljesítménye sajnos nem úgy sikerült, ahogy mi elterveztük, nem annyira szerepeltünk jól, nem állt össze a csapat, úgy éreztem, viszont annak nagyon örülök, hogy ennyi lehetőséget kaptam a Ritától, és nagyon szerettem volna élni vele, és úgy érzem, hogy sikerült is. Nagy veszteségünk volt a bajnokság kezdetén, hogy a fentállására és Varga Emőke súlyos sérülés szenvedett, hát előző még a volt csapatában Győrben, Emőke pedig a junior válogatott felkészülése során. Hát egy keresztalak sérülés az nem egy hónapos sérülés sajnos, úgyhogy ők teljesen kiestek az idei szezonunkból. Sára már majd, hogy nem visszatért volna márciusban, de ugye a koronavírus miatt bajnokság szünetelt. Úgyhogy Emőkéről annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott a sérülését megelőzően, hiszen 3 hónapot már együtt töltött velünk, úgyhogy én nagyon elégedett voltam vele, egy komoly ígéret a magyar kézlabdának beálló pozícióban, alkatilag is 3-as védőként is. Sára még várat magára, hogy reméljük nagyon kellemes meglepetést fog okozni nekünk is, hiszen egy nagyon komoly pozícióban, jobb átlagú poszton számítunk rá, és hát én is, és megmondom azt, hogy nagyon kíváncsian várom, hogy hogy tud a sérülése után visszatérni, nagyon jól dolgozik, úgyhogy remélhetőleg egy nagyon komoly erőssége lesz a csapatunknak, és hát az újdonsult igazolás Háfra utca személyében. Én azt gondolom, hogy egy nagyon energikus, egy jól képzett játékos, függetlenül, hogy még nagyon fiatal, rengeteget kell fejlődnie. Most lehetőséget kap arra, hogy Szarka Adrián posztársaként most az NB1-ben meg tudja mérettetni magát, és talán egy picit utoljára hagytam Utasi Linnelt, aki saját nevelésű játékosunk. Ő azért az idei szezonban már megmutatta a képességeit, akit már nagyon gyorsan és nagyon hamar be is dobtam a mély vízbe, hiszen ő 15 évesen már az NB1-ben játszott, utána volt egy pici sérülése, úgyhogy egy picit a fejlődés az megtört, de én azt gondolom, hogy visszatért abba az időszakba, ahol ismételten a nevét lerakhatja a kézlabda papírjára. Úgyhogy még nem szeretném elfelejteni Gerhard Kincset, aki ugyancsak junior válogatott játékos, és hát erőssége lehet természetesen nem csak a csapatnak, hanem a junior válogatottnak is. Úgyhogy rengeteg fiatal tehetség, én azt gondolom, hogy tele vagyunk, viszont azért az NB1 az egy más hát igénybevételt is igényel, és hát tőlük is egy nagyon-nagyon koncentrált profi mentalitást, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mire lesznek képesek. A 110-szeres magyar válogatott szakvezető szerint nagy kiesést jelentett a kényszerpihenő. Egyéni edzésprogram alapján készültek a játékosok, hát hosszú heteken keresztül kitartóan. Most ugye, hogy elkezdtük az edzéseket, most már majdnem egy hónapja visszamértük a játékosokat. Azt mondtam, hogy 80%-a nagyon tisztességesen és nagyon becsületesen végrehajtotta az otthoni feladatokat, de azért nem lehet bepótolni azt a fajta ingert, amit egy csapatedzés jelent. Nyilván most az időszak arra is, és azért is kezdtük el nagyon korán az edzéseket, hogy szeptember fel tudjuk építeni a játékosok fizikai képességeit, hiszen azért van mit. A 17-szeres felnőtt válogatott Háfra Noémi testvére úgy gondolja, a fejlődése érdekében a lehető legjobb döntést hozta azzal, hogy a Fejér megyeiekhez szerződött. Volt egy ilyen lehetőségem, amivel úgy voltam, hogy szerintem jobb, ha megragadom, mivel a Fradi egy nagyon-nagyon-nagyon profi csapat, tehát oda nyilván egy fiatalnak sokkal nehezebb bekerülnie, és sokkal nehezebb ott többet játszani, ezért mindenféleképpen azt helyeztem előtérbe, hogy mi lesz jobb nekem. Tehát így ez mellett döntöttünk, hogy így sokkal jobb helyem lesz valószínűleg, mert sokat tudok majd játszani, aztán úgyis majd eldől minden, ez már csak rajtam múlik. Én nagyon izgatott voltam már, mert vártam már azért az új csapatot, nyilván mások lesznek itt az elvárások, úgyhogy nagyon vártam már. Kíváncsiak voltunk arra, a fiatalok szerint mi kell ahhoz, hogy felvegyék az élvonal ritmusát. Nagyon sok akarat, nagyon sok kitartás és nagyon sok hit. Önmagában azért szerintem fizikálisan is még kell azért fejlődnöm, de szerintem azért fejben is ott kell lenni, mert azért a helyzeteket azért megfontoltan kell szerintem ugyanúgy megteremteni saját magamnak is, meg a csapattársaimnak is, úgyhogy így azért még sok minden kell. És milyen célokat tűztek ki maguk elé a lányok a következő évadra?
hogy összeálljon a csapat. Nekünk a helytállás az EHF kupában az első. Aztán a bajnokságban nyilván helytállni, és leginkább mondom az a legfőbb, hogy egybe legyen a csapat. Jól érzem magam, nagyon köszönöm. Jó, hogy elkezdtünk végre edzeni, nagy volt ez a szünet. A várost is szeretem, szeretem a csarnokot, a lányokat szeretem a legjobban, úgyhogy szeretem ezt a csapatot nagyon. Fiatal csapatunk van, mondhatom ezt így. Én nagyon izgatott vagyok, és remélem, hogy egy nagyon lendületes és erős csapattal indul neki ennek a szezonnak, és szerintem egy nagyon jó helyezést és egy kemény évet várok magunktól.